Sziasztok mindenkinek ezen a szép napon! Itt van vagyok a garázs, vagy látjátok. Nem másra jöttem ide benzinért, ugyanis nem sokára jön apukám, jön az öcsém, és ki fogunk menni ide a nyitott vízre. Elviszük a jetkit, elviszük a, nem a hajót, a csónakot. És ott fogunk egyet, egy pár órát eltölteni, egyet vagy kettőt, majd meglátjuk. Az idő, mutatom. Egy kicsit szeles, és a hullámok nagyok. Nem olyan túl-túl nagyok, de nagyok. Ezt onnél tudom, hogy most jöttem haza a Davis-szel meg a feleségemmel, ugyanis kimentünk egy picit ide a partra, erre a homokos részre, és a Davis ott futkozott végül is körbe-körbe, és gondoltam, hogy a csónakkal megyünk ki, nem az autóval, hogy érdekesebb legyen. Rettentően élvezte a Davis, és akkora hullámok voltak, hogy így ment a csónak rá, bum, lelágodott, és mindenki tiszta vizes lett. A Davis még nagyon élvezte a hullámokat, a feleségem kevésbé. Ő inkább nem azt, hogy nem élvezte, hanem kicsit félt, hogy mi van, ha beterít minket a hullám. Mondtam, ez nem akkora hullám, hogy mind az óceánon, hogy 3 méter magas nem fog beteríteni, csak kicsit rád mi a víz. Na mindjárt, úgyhogy hozom a terminest. Tele van, és múltkor megtöltöttem, és megtöltöm most a jetskit is, ugyanis nincsen benne benzin. Lerakom a vízre. Itt lesznek 2 perc múlva, és indulunk. Elmegyünk hátra ezen a oldalsó részen, csak nézem, nehogy itt legyen ez a gyikocska. Ugye, amúgy mostanában nem láttam, most már körülbelül egy hete, hogy nem láttam ezt a gyikot, vagy már lehet, hogy 2 is. Egyszer itt van, egyszer elmegy, szerintem ide-oda megy ugye a szomszédba, meg hozzánk. Jetskiről levettem már a takarót, ahogy látjátok, a csónak ott van kint, úgyhogy addig megálltam a kamerát, és megtöltöm gyorsan. Elment az öcsém a jetskivel, most apukámmal mi itt maradtunk. Mentünk egy kört, megálltunk ott a túloldalt, és ott nagyon fújt a szél, nagyon hullámos volt, hogy át kellett jönni ide erre a részre, mutatom. Itt vannak egy páran kint, hogy itt strandolnak, itt bent úszkálnak a vízbe. Az öcsém valahol ott jön szembe, ott megy a helikopter. Várjál, törlöm a kamerát! Néha le kell törölni a kamerát, és bepárásodik, de ez ilyen strandos hely. Ide ki lehet jönni, ez egy ilyen félsziget végül is, tehát autóval is ide ki lehet jönni, onnét mögöttünk. Mi amúgy onnét szemből jöttünk valahonnét. És itt fogunk lenni le is. Egy kis ideig meg pihenünk. Pedig én mentem a jetskivel, apukám, úgyhogy most az öcsém menne a sor. Ott megy. Még a GoPro-n annyira nem lehet látni. Azt mondom, hogy jön visszafelé. Egy-ketten is fürdenek a vízbe. Ők nem nagyon szabad, mert nem nézik, hogy ugye vannak-e a vízen, vagy életmentők nincsenek ugye a vízen. De várjál. Ugye valaki véletlen belefullad, megjött közben az öcsém. Ugye azt hiszem, hogy megyek én is egyet, vagy apukám, aztán majd megyünk tovább valamerre. Megérkeztünk! Elment apukám meg az öcsém haza, kimostuk a jetskit, kimostam a hajót, amit könnyebb volt felhúzni így hárman, látjátok? Itt ott van fönn mint ugye egyedül, általában egyedül szoktam ugye húzogatni, egyedül kell kimosnom, egyedül kell felhúznom, és sokáig tart, végülis az a baj, hogy sokáig tart, és így hármat, és ezt persze ott végeztünk. Amúgy próbáltam ugye ott filmezni, meg az öcsém is itt ott, de a GoPro-ba ugye annyira nem lehet, mert nem lehet ráközelíteni rendesen. Itt ott azért ugye próbáltunk filmezni, amúgy képzeld el, belestem a vízbe, a jetskivel mentem, jött egy ilyen, nem is az, hogy nagyon hullám, mert mentem körbe-körbe, ugye hülyeskedtem, bockodtam össze-vissza, és hirtelen csináltam egy ilyen 180 fokos ugye megfordulatot, ilyen aztán csak így szimán, hogy lerepültem a jetskiről, és puff, bele a vízbe. Szerencsére a jetski nem fordult fel, és vissza tudtam úszni és felmászni rá. Már ugye fel is fordul, semmi gond, ugyanis felfordítod egy kézzel, két kézzel fel lehet fordítani, 2 másodpercen belül, nagyon, nagyon egyszerű.
Én még sose csináltam, de láttam a YouTube-on, hogy olyan csinálják. Ilyenkor az a jó ugye, hogy most már itt a majdnem olyan nyár, mert rettentő meleg van, és hogyha vizes leszel, semmi gond ugye, nem mind mondjuk egy vagy két hónap ezelőtt, mikor vettük a jetskit, mikor rád ment a víz, majdnem megfagytál. Mindegy, közben készülődünk, ugyanis el fogunk menni a boltba, kell venni pelenkát. Képzeld el, hogy is kifolytunk a pelenkából. A Davis jelenleg nemrég ébredt fel, épp hogyha megebédelt, mit csinálsz, Justus? Ha? iPad, ott vagy rajta. Na, nem sokára elindulunk, jó? Ja, mondod, szervusz, hello, hello, szia, szevasz. Hova ugrálsz? News. Amúgy mindenkinek meg szeretném köszönni, ugye a múltkor kérdeztem, hogy mit szóltok a vitorláshoz, ugye, hogy jó lenne, vagy nem, vagy meg kéne venni, vagy nem. És egyelőre még mindig nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen. És tetszik, egy pár dolgot ugye meg kell rajta csinálni. Az óceánra ugye nem lehet kimenni vele, mert többen mondtátok, hogy az óceánra ugye nem lehet vele kimenni. Mit mondasz? Hello. Az óceánra nem lehet vele kimenni, csak közben csak hozom a pénztárcámat, a telefont, a kulcsot. És én nem döntöttem el, vagy nem döntöttük el, hogy mi legyen. Lehet, hogy még megnézek egy másikat is, lehet, hogy nem. Az ár ugye nem rossz, ahogy mondtam, egy pár dolgot meg kellene rajta csinálni, de nem olyan rossz. Meg kell nézni ugye, hogy hol lehet egész pontosan parkolni vele, mert kint szeretném hagyni a vizem. Ide fel nem tudom hozni, mert hogyha lemegy a víz, akkor ugye felfekszik és elpulul az oldalára, tehát itt nagyon nem tudom hagyni. Ha kiúzom az utánfutóval, mit mondasz? Oké. Leülünk. Hogyha kiúzom az utánfutóval, akkor meg ugye minden alkalommal be kell vinni. Tehát arra gondoltam, hogy ha meg is vennénk, akkor ott vagyunk kint a vizem. És majd kimegyünk fele ugye ezzel a kék-fehér csónakkal minden alkalommal, hogyha akarunk menni. Csak az a baj, a vizen vannak szabályok, hogy mennyi ideig, hol állhatsz meg. Valahol megállhatsz egy hetet, valahol megállhatsz 24 órát, attól függ, hol akarsz megállni. Tehát egy kicsit ilyen nehézkes. De most jelenleg ezeket nézegetem, hol lehet leparkolni a vizen. Mit csinálsz? Ja, megint te akarsz vlogolni, mi? Mi? Ott a kamera. Megfordítjuk, és akkor látsz engem, de akkor nem látod magadat. Nem, én tartom most a kamerát, Nyuszi! Te, megyünk! Jaj! Mi csinálsz? Mi vicces? Készülődünk! Megfordítjuk. Hello! Megfordítjuk a kamerát, és megyünk. Na, Davis megkapta a kameráját. Mi történt? Lemerült? Látod, te azzal filmezel, én meg ezzel filmezek. Itt a bekapcsolója, látod ott? Megnyomod, puf, bekapcsol, és lehet vele filmezni. Mit szólsz hozzá? Úgy, ami az iPad-del filmezett a lábadat, az iPad-del filmezett korábban, most rájött ez a filmezés dolog. És múltkor ugye megkapta ezt a kamerát, a GoPro-t, és azóta filmezni akar mindenféle fajta dolgot. Hova megyünk? Kell bele akkumulátor? Várjál, hát kell cipő, mi kell még? Zokni, aztán indulunk, rendben van? Szép az új póló, látod, ilyen autós póló. Na, le kell kapcsolni a tévét, lekapcsoljuk ezt a pingvines műsort. Még mindig rettentően szereti ezt a pingvines műsort. Ugye azt akartam kérdezni, nálatok mi van a Netflix-el? Ugye egyre most már kérdeztem, vagy lehet, hogy több is, hogy tudom, hogy van most már nálatok, de a műsorok hogyan vannak? Tehát magyarul vannak, vagy még mindig angolul és feliratozva? Erre kíváncsi lennék. Ugyanis, hogyha magyarul vannak, akkor lehet, hogy átpróbálom állítani a számítógépet, hogy én is tudjak magyarul nézni egy pár magyar filmet. Vagy magyar filmek nincsenek is rajta. Bár hogyha van rajta magyar film a Netflixen, az biztos, hogy magyarul van, nem angolul, nem? Na innen, megint beszélek hülyeségeket. De gondoljátok, ide a videóban írjátok meg, hogy működik ez a Netflix. Mert hogy van rajta magyar film, ahogy mondtam, azokat szívesen megnézni. Na minden, ugye a YouTube-on néztem egy magyar filmet a múltkor, csak elfelejtettem, mi volt a címe. Nem volt a legjobb, de megnéztem. Na minden, megyünk. Ó, elindulunk. Tudom, mit fogunk most vinni magunkra? Benzines kannát. Én tartom a kamerát, nem te, Nyuszi. Benzines kamera. Kamera? Benzines tankot. Oda felvesszük. Kanna. Megvan. Ezt azt mondom, hogy itthon hagyom. Az autóra ügynánk mostan meg. Ez a másik motor, látod, ez a keverék. Ez a kettő keverék. Innét tudom, hogy melyik benzin melyik. Na, ezt ide rakjuk addig. Azt, hogy megvan mindenünk, fingyíró megvan. Let it go. Opa! Aztán utána nem más csinál, mint elmegyünk megnézni a Lucas-t, ugyanis a szüleimnél van üdöntött, hogy ott alszik még egy napot. És holnap jön csak haza.
amint a Davis is bevezte magát, hogy a feleségem a Davis-t elindulunk, el kell menni a benzinkútra, először oda megyünk valószínű, aztán nem megyünk venni pelenkát. Megérkeztünk, megparkoltuk az autónkat, úgyhogy arra befelé is sétálunk. Nem sokan vannak most már, elment mindenki haza. Ja, elment mindenki haza, ott hagyta az autóba a szemvegedőt, a sapkádat. Élezted ma a hajózást, vagy a csónakozást? Futkozott össze-vissza mindenhol a parton, aztán a homokvárat építettünk, meg ástunk nagy lukakat, ugye? Hello! Homokvárunk össze. Ja, gyere, menjünk, végeztünk. Zárva van a bank, zárva van a másik bank. Futunk, úgyhogy most elmegyünk, hova megyünk, megnézzük a Lukaszt, ugye? Te, ma rettentő meleg van amúgy. 33 fok volt. Képzeld el, a napon lehet, hogy még melegebb is. Ilyen izzadós idő volt. Ma még jetskizni, meg hajózni jó volt. Oda nézzél, milyen szép autó. Látod ezt a Mustangot? Ebben a kék színbe fekete kerékkel rettentően tetszik nekem. Te! Egy fekete szár kéne rá egy kis picike. Valahogy nem férünk bele négyen. Mert hátul pici eljön. Ugye egyszer megnéztük, mikor mielőtt vettük az autónkat. Ugye? Te nem hiszem, hogy emlékszel rá. Mit csinálsz? Na mindegy, nekünk jó a mi autónk, legalább arra 4 ajtó. Majd ha a Davis nagyobb lesz, meg a Lucas is, és csak én leszek ketten a feleségemmel, majd akkor megnézzünk egy ilyen autót, bár addig ez a Mustang már nem is fog kinézni. Vagy jobb lesz, vagy rondább. Mit nézzünk ott fent? Mi van ott fent? Semmi. A plafon. Te. És hozzáérkeztünk. Megnéztük a Lucas-t egyet, megnéztük a szüleimet, ott volt még az ősém is, képzeld el, a napközben kezdett lemenni. Amúgy letogartam a jetskit. Aztán gyorsan pár kommentre szeretnék válaszolni, ugyanis többen ugye írtátok, hogy mostában mindig ilyen jetskis videók vannak, mindig ilyen vizes videók vannak. Lehet, hogy úgy kezdődik a videó, ugye, hogy elmegyünk a jetskivel, vagy a vízre megyünk a csónakkal, de szerintem érdekesebb, ugye, hogy így kezdem a videót, vagy közben elmegyünk, mert ha csak itthon kezdem, ugye, és elmegyünk megint a boltba meg haza, vagy azt filmezem, hogy éppen a Davis! Ugye mit játszik az iPad-en, szerintem nem lenne olyan érdekes. Ugye valaki mondta, hogy nézőket fogsz veszteni. Nem, hogyha elvesztem a nézőket, ugye, hogyha nem nézik. Nem a nézőket gyűjtem, ugye nem azért videózok, hanem azért videózok, mert szeretek videózni, és azt videózom, amit én szeretek ugye videózni, és szerintem sok embernek így is tetszik. Ha nem, akkor ugye nem kell nézni, ahogy szoktam mondani. Most már van mennyi? 75 ezer. Lassan 80 ezer néző lesz, ugye feliratkozó lesz ugye a csatornám. Lehet, hogy ugye elérjük a 100 ezeret, lehet, hogy nem érjük le a 100 ezeret, de mindig azt videózom, amit én szeretek ugye videózni, és mindig azok nézik, akik érdekesnek találják. Akik nem találják érdekesnek, ugye nem kell nekik nézni. Lehet, hogy egy hónap múlva más fogok videózni, lehet, hogy egyáltalán nem is fogunk kimenni a vízre, mert esti fog az eső, ugye. Lehet, hogy csak, nem tudom, veszek egy biciklit és biciklizni fogok egy hónapon keresztül. Fogalmam nincsen. Jelenleg ugye ezt csináljuk, ide megyünk, szeretek a vízre járni, a Davis is, a Lucas is, ugye a feleségem is, és más nagyon nem tudok videózni, egyszer ugye mindig a vízre megyünk. Na minden, csak azt akartam mondani, aki nézi, vagy akinek tetszik, az nézi, akinek nem, az nem nézi, hogy ezért ugye kevesebb lesz a nézettség, nem baj. Úgyhogy mára ennyit, ezt a videót én itt most befejezem, úgyis semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Megnézzük valószínűleg a Toy Story-t, ugye Davis, miért nem isz le? Aztán elmegyünk a szokásos vacsorázni, a Davis elmegy aludni. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!